szerintem köszönöm szépen a lehetőséget, hogy nem is tudom. Mindenkinek üdvözlünk a következő epizódban, minden kedves nézőt, majd nagyon jelentőségteljes része jön a mi folyamatunknak, ha nem az egyik legfontosabb. Ugyanis a ceremónia egyik szereplőjéhez tartunk, mégpedig a tanulóhoz, az én tanulóhoz. És itt jön a kézenfekvő megoldás, egy másik igen remek barátom, akinek nem mellesleg én is tanúja voltam, így nincs bennem semmi olyan kötelesség, tudod, hogy na mert ő meghívott, vagy ő felkért a tanulnak, akkor én is, tehát ez nem ezért lett végül ez a döntés, hanem mert egyébként is rágondoltam, és meg fogjuk őt kérni tanulnak. Az a legérdekesebb a dologban, hogy ritkán szoktunk találkozni, vagy nem olyan sűrűn tudunk sajnos találkozni. De hozzá kell tennünk, hogy ez a Csilla és Normi páros, akik annak bemutattak minket egymást. Ez benne pont az érdekesség. Az egyik legfontosabb szerepet, ő az ő csapata, és a Csilla fogja betölteni, mert hogy ők az egész esküvőnek a fotós és videós készítői. Abban maradtunk, azt hiszem, hogy ők tán éjfélig fognak dolgozni, igen? Tehát addig foglalkoznak is, nem maradtunk ilyen? Nem, én úgy tudom, hogy a Lagzi-ig, tehát ők a polgári szertartás, vagy pont, ja nem, az a polgári szertartás nem tudja, mert hogy ő ott ül mögöttem. Hát ezt nem gondoltuk át. Nem baj, meg lesz oldva. De egyébként abban maradtunk, hogy a kreatív fotózás, így hívják a A kreatív fotózást sem aznap fogjuk. Mert ugye a könyvben, amit olvasunk, abban is azt javasolják, hogy ne aznap legyen. És tanú felkérő ajándék. Na ez egy másik dolog. Erre egyébként soha nem hallottam ilyenről. Külön iparág van rá szívem. Nyilván nem kell nagy dologra gondolni, mert ez csak ilyen jelképes dolog. De hogy feltenni a kérdést, nyilván, hogy lesz-e az illető a tanú, ezt ugye nyilván prózával el fog majd hangozni. De hogy erről a dologról legyen egyfajta emlék, erre szokták a tanú felkérő ajándékot alkalmazni. És ez például fiúk esetében tényleg ilyen nagyon ilyen kertfiak dolgok szoktak lenni, mint például egy doboz szivar, egy üveg minőségi ital, és ehhez hasonlókat szoktak általában. És te a másodikat választottad ezek közül. Így van, most miatt még bemegyünk hozzá, megmutatjuk nektek, hogy miért készítettünk. Nagyon magányos. És ennyi, ezzel fogjuk őt felkérni tanulnak, és remélem, hogy igent fog mondani. De érdekes, nekem az életem arról szól a házasság kapcsolatos, hogy kérdéseket teszek fel, és igeneket vár. Most ciripelnek a tücskök? Igen. Jó. Azt még nem mondtuk el. Kint van a nyelved. Mindjárt itt vagyunk. Mondjuk ezt még ők nem hallják, szóval nem tudom, melyet suttogunk. Mindjárt itt vagyunk! Ott. Ez az? Igen, ott a kocsijuk. Akkor most búcsúzunk el. Igen. Mert itt már... Még mindig nem hallanak el. Nem. Mindegy. Na mindegy. Szóval... Hány kocsijuk van. Nehogy elbukjunk. Mert nyilván ők most nem tudják, hogy forog a kamera. Integetsz nekem? Egy kis indivalót. Egy igen fontos kérdéssel, ha megfordítod. Baszki. Nem. Fú, hát ez most meglepett egy kicsit. De természetesen. Köszönöm. Hozzád megyek.
Én mondtam, pont idefele jött, hogy én eddig ebbe a házassági bizniszbe kérdéseket teszek fel, amikre igen válaszokat akarok kapni. Eddig erről szólt az egész nekem. Ja, az elfát el tudjuk intézni? Ó, basszus, igen. Hát köszönöm. Nem számítottam rá, abszolút jól fel kicsit. Hogy nem? De... Annyira egyértelmű. Igen? Hát ezt majd később, hogy pár idő. Jó. Mikor bemutattad az első faszidat, akkor megtörjük a nyakát. Ez biztató. Nem gondoltam rá, de nagyon szívesen, köszönöm. Jó. Fú, hát nem is tudom. Hát köszönöm szépen a lehetőséget, mert nem is tudom. Meg a bizalmat nem kell segíteni. Segítek! Hova megyünk, szívem? Megyünk vacsorázni. Most elugrunk a tesóért, fölkapjuk, és utána beülünk vacsizni egy jót, azért, mert ma volt az államvizsgája, és... Sikerült. Igen. És nagyon ügyes volt, és nagyon izgult, úgyhogy most ezt megünnepeljük, illetve másik fontos esemény, két legyetett csapásra, felkérem tanúnak. Igazából már beszéltünk erről vele többször, meg tudja, hogy ő lesz a tanú, de hivatalosan még nem kértem fel, úgyhogy most ez is meg fog történni. Szóval gyerünk! Már így eljöttünk este vacsizni, az államvizsgád, a sikeres államvizsgád. Hogy mondják? Nem tudok, kajakoma vannak is. Leállamvizsgáztam, én nem. Leállamvizsgáztam. De nem csak ezért jöttünk este el vacsizni, hanem beszéltünk már erről, de akkor most szeretnélek hivatalosan is felkérni, hogy legyél a tanú. Szóval leszel a tanú? Köszönöm. Nagyon várom. Úgy, most már nekem is megvan a tanú. A Hugi személyében. De szép tanú leszel. Akkor végre megvághatom ezt az epizódot. Igen.